még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most legelőször is a legfiatalabbakhoz, a gyerekekhez szeretnék szólni, tőlük szeretnék pár dolgot kérdezni. Azon a kérdésem, hogy imádkoztatok-e már valamikor életetekben? Furcsa kérdés. Igen? Imádkoztatok már? Te is imádkoztál? Szóval te is? Mindenki? Nagyon jó. És miért imádkoztatok most? Elárultok egy imádokat? Hogy miért imádkoztatok? Mit kértetek a Jóistentől? Ajándékot? Esetleg? Reformot? Szabad megmondani, hogyha nem akarjátok megmondani, nem muszáj természetesen. Miért lehet imádkozni? Akkor gondolkodjunk egy picit közösen. Mi az a valami, mi az a dolog, amit Jóistentől lehet kérni? Amit a Jóisten valószínűleg meg is ad szívesen. Tortát. Hát mosolyogtok, látom. Igen, igen. Hát én is mosolyogok ezen. Igen, igen. Na, mi az, amit esetleg kérnünk? Egészséget szoktunk kérni? Bizony, bizony. Volt már olyan beteg volt valaki a családban, és imádkoztatok azért, hogy a másik meggyógyuljon? Nem csak magatokért, hanem másokért is, ugye? Volt már ilyen, ugye? Nem? Nem baj. Tanulunk igazából ezekből. Azt mondjuk, hogy Jóistentől mindig szabad kérnünk. Mi az, amiért Jóisten biztosan meg fog hallgatni minket? Honnan tudjuk, hogy Jóisten biztosan meg fog hallgatni minket? Szerintetek? Aki bátor, az nyugodtan mondja. Meghallgatna minket a Jóisten egyáltalán? Hát nem is láttuk még. Akkor hogyan? Ő létezik, de hát. Volt már, mikor meghallgatott a Jóisten minket, az imánkat? Igen. Bence bólogat, úgyhogy volt akkor. Igen. Szerintetek úgy kellene inkább kérnünk a Jóistentől, hogy Istenem, add meg most nekem, mert nekem nagyon szeretném, vagy pedig úgy, hogy Istenem, ha te is szeretnéd és jónak látod, akkor add meg. Melyik az első vagy a második? Föl lehet tenni a kezet? Igen? Második. A második. Igen, a második. Bizony, bizony. Ez a szelídség, ugye? Az alázatosság. Mikor mi tudjuk, hogy hát mi nekünk igazából nem is nagyon lenne jogunk oda menni a Jóistenhez, viszont Jóisten meg nagyon szeret minket, és meg szeretné, hogyha oda mennénk, és kérnénk tőle. Mi az, amit biztosan megad? Jó dolgokat, ugye? Rossz dolgokat, hogy valakire kérnénk például azt, hogy Istenem, bántsad azt a másikat, adjál neki betegséget, meghallgatná ezt a Jóisten, szerintetek? Nem, nem. De benne van a nevében is, hogy jó Isten, ugye? Hogy te már, ugye mi beszélgettünk többször is ugye a szombatiskolák alkalmával, a gyerektanulmányok alkalmával, hogy voltak bibliai személyek, akik imádkoztak. Tudtak-e ilyet mondani például? Bence? Mózes. Mózes. Mikor imádkozott Mózes? Te tudsz mondani egy példát? Volt valami nagyon-nagyon veszélyes helyzet. Volt egy tábor, hogy sátoroztak, és egyszer csak ellepték őket vad, mérges kígyók. Mit tettek akkor? Mit tett Mózes? Ki emlékszik rá a történetre? Páran már meg is haltak. Mit tett akkor Mózes? Emlékeztek rá? Én tudom, hogy emlékeztek rá. Mert együtt beszéltünk. Imádkozott az Istenhez, ugye? És Isten küldött segítséget? Emlékeztek arra, mikor valami, tehát készítettek egy ilyen fémből egy ilyen kígyót, és azt fölállították egy póznára, és aki arra fölnézett, az meggyógyult vagy meghalt? Meggyógyult vagy meghalt szerinted? Az Isten az inkább megbünteti az embert, vagy inkább megsegíti? Hát persze, hogy megsegíti, egyértelmű. Meggyógyult. Mindenki, aki hitte, hogy az Isten fog segíteni, az meggyógyult és megmenekült.
De például, ha jól tudom, akkor ma pedig Gedeonról beszéltetek, és ugye, ma volt a Gedeonnak a története, ugye, amikor nagyon nagy veszélybe kerültek, jött az ellenség, elfoglalt az ő területüket, és miért imádkoztak? Ki a bátor közületek? Na? Hogy nyugodtan legyen még 30-40 évig olyan rossz helyzetük? Vagy pedig a, hát akkor miért? Persze te vagy a legbátrabb, úgy látom. Legyőzzék őket. A Jóisten szabadítsa meg tőlük. Meghallgatta az Isten? Megszabadította őket? Meg bizony. Hát, ők tudták azt, hogy nyugodtan, bármikor számíthatnak a Jóistenre. Hát mi is mindig számíthatunk a Jóistenre. Csak van, mikor megadja rögtön a kérésünket, van, mikor meg nem adja meg rögtön a kérésünket, van, mikor meg, hát, ugye elgondolkodhatom minket, hogy mit is kérünk, hogyan kérünk. Mai nap erről szeretnék beszélni, az imádságról. Ugye nagyon fontos, hogy a hirdetésnél is említettem már, nagyon komoly időszakot élünk, és komoly személyes és közösségi imákra van szükség. Ugye két héttel ezelőtt a Bölcsről beszélt az ige hirdető, elmúlt alkalommal pedig Márti arról beszélt, hogy az Isten sóvárogva várja az Isten fiainak az Isten fiainak megjelenését. Csak az a kérdés, hogy mi készen vagyunk. És hát valahogy magunkban nézünk, beszélek magamról, én még nem vagyok kész. Bizonyos alkalmakkor úgy érzem, hogy készen vagyok, más alkalmakkor meg úgy érzem, hogy még mindig nem vagyok kész. Tehát Isten engem csak úgy teljesen nem tudna odaállítani, hogy íme itt van egy olyan ember, akit én teljesen megtisztítottam, aki olyan jelleme van, krisztusi, keresztény valóban. A Biblia ugye minden időben buzdít az imádságra. Tudunk-e ilyen bibliai igét mondani? Szüntelen imádkozzatok, igen. Aztán az imádságainkban milyenek legyünk? Kitartóak, ugye meg ne restüljünk, vagyis el ne lustuljunk benne. Tehát küzdő imádságról beszél az Isten. Nem feltétlenül arról, hogy rögtön meg fogja adni a választ. Ugye ezt tudjuk, mert hogyha többször így a Bibliát kutattuk, hogy ennek van célja. Az Istenben való hitet erősíti meg. De az nem azt jelenti, hogy Isten nem hallgatja meg azt az egyetlen egy imádságot is. Ugye bibliai példákat tudunk nagyon sokat, Dániel életéből, Mózes életéből és még nagyon sok történetből. Gondolkodjunk egy kicsikét és nézzük meg az imádságokat, milyen fajtái vannak neki, és azután pedig szeretnék Jézusnak az imádságáról beszélni, ami személyesen minket érint. Ugye egyéni imákról beszél a Biblia, és azt mondja, hogy ezt a belső szobákban, ugye olyan, ahol az Isten és én vagyok, ahol hallja az Isten, de más nem feltétlenül az én imádságaimat, ott imádkozzunk. Ugye miért is van erre szükségünk? Hát én legalábbis olyan vagyok, hogyha mellettem nagyon zajonok, én nem nagyon tudok már odafigyelni egy dologra. Az Isten is azt mondja, hogy csendesedjetek el. Csendesedjünk el, és ismerjük el, hogy ő az Isten. Ugye szoktunk imádkozni, de miért? Hát az ember azt mondják, hogy önző, elsősorban önmagunkért szoktunk imádkozni, de ugye ez nem feltétlenül mindig igaz. De azért önmagunkért is lehet imádkozni helyes módon. Például mi az, amit mi kérhetünk. Ami most nekem nincsen meg, az egészségem például. Kérhetem az Istentől? Bizonyosan. Héten is volt, amikor egy nehéz helyzetbe kerültem, és kértem az Istentől a kiutat, a választ. Hogy menjen, merre tovább, Isten, hogy tehetetlen vagyok, kérlek, segíts meg. Az Isten pedig tényleg mondhatom, hogy meghallgatott. Aztán kérhetünk ugye, hogy bármiféle boldogulásunkért, nem csak anyagilag, hanem embertársi kapcsolatainkban is, hogy tényleg az Isten legyen velünk, és ő segítsen meg. Ezek helyes imák, ugye nyilvánvaló, nem önző imák. Vannak olyan imák, amiket a megtisztulásunkért, a jelenbeli fejlődésünkért imádkozunk, vagyis azért, hogy valóban az Isten úgy tudjon minket felhasználni egy-egy helyen, egy-egy embernek az életében,
megtérésének a különböző próbálni helyzetekben, hogy, hogy valóban azt tudja mondani, hogy hála az Istennek, aki annyira szeret minket, hogy ne kárára legyünk az Istennek. Ugye a tanulmányban volt erről szó, hogy aki hiába felveszi az Istennek a nevét. Nem eléggé meglepő volt a tanulmánynak ez a része, de teljesen igazat tudok adni kihagyni. Van egy olyan énekünk, ami nagyon tetszik, nekem is teljesen idevág. Ugye ez a ne én, de Krisztus éljen benne még. Mert én mennyire tudok megjavulni? Hát azt mondja, hogy ugyan semennyire. Tehát ugye szerecsen nem tudja elváltoztatni az ő bőre színét, a leopár sem az ő foltosságát, akkor ugyanúgy az ember sem tud megjobbulni. Biblia azt mondja, teljesen újjá kell születni, Krisztusnak a jellemét kell, hogy megkapjuk. És ez nagyon fontos, hogy ő fog bennünk élni, ha nyilván hagyjuk. De az egyéni imáknak egy ilyen nagyon fontos jelenformáló szerepe nagyon is van. De ezek is helyes dolgok. Beszéljünk a kicsit a közös imádságainkról. Közös imádságok, ugye most is a hirdetésnél azt kifelejtettem, hogy ha helyesnek tartjátok, ige hirdetés után egy ilyen valamennyi rövid idővel egy közös imaórát esetleg tarthatnánk. Ugye a felmerülő kérdéssel kapcsolatban, de nekünk tulajdonképpen mi a legfontosabb? Az, hogy ott helyesen jó döntés szülessen, és akkor utána hazamegyünk, és minden folytatódik tovább, vagy pedig az, hogy igazán meg tudjunk térni. Mert az igazi megtérés az, ami szükséges. Az igazi alázatosság, a szerénység, a szelítség, ebben van nagyon sokszor hiányunk, nekem is. Mert úgy fel tudok én is háborodni dolgokon, hogy de mondom, én úgy tudtam, hogy én egy békesség szerető ember vagyok, és hát, héten is tapasztaltam, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor kilátszik az én természetemnek a rúdsága, sajnos. Nem vagyok rá büszke, de sajnos ez van. Tehát Istennek van még nagyon sokat tisztítani rajtam is. És ha tényleg a szívünkre tesszük a kezünket, azt hiszem, hogy mindannyian azért vagyunk itt, mert segítségre várjuk Istentől. Vannak ugye imaórák, ahogyan beszéltem is róla. Imaórák ugye nem feltétlenül csak szombaton vannak, hanem vannak hétközben, amikor megbeszélünk egy alkalmat. Imaóráknak mondom úgy, hogy vannak nagyon jó tapasztalatai is. Amikor valóban áldással tudunk egy imaóráról hazatérni. De vannak, amikor nem. Inkább a pozitív dologról szeretnék beszélni most továbbra is, hogy mi az, amikor igazából Isten meg tudja áldani az imaóráinkat. Mi is az imaóra? Az imádság. Egyéni imádság is, és a közös imádság is. Istennel találkozunk. Isten jelenlétébe kerülünk. Amúgy is Isten jelenlétébe vagyunk, csak itt tudatosan. Tehát ő tud, ismer minket, látja a gondolatainkat is már előre. Csak hogy mi is akkor tényleg őrá figyelünk. És szeretnénk őt vendégül hívni, segítségül hívni. Istenünk te légy jelen. Maga az Isten is ezt szeretné, hiszen azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Ugye magát a Szent Lelket hívjuk ilyenkor, hogy Isten késztesse a gondolatainkat, akaratunkat is, tudjuk letenni terheinket is, egymásnak is tudjuk elmondani a gondjainkat is, kéréseinket is, egymás előtt felfedjük küzdelmeinket is, hogyha úgy látjuk nyilván. De az a helyzet, hogy tényleg ez elgondolkodható, hogy mikor van ott valóban az Isten. Ha meghívjuk, beesünk, és beszélünk mindenről esetleg. Aztán egy idő után eszünkbe jut, hogy imaórára jöttünk. Na most az Isten szeretne ott lenni, hogy ahogy beszéltünk is róla, és ahhoz, hogy ez meglehessen, hogy én is alkalmas legyek, egy imaórára készülni kell, tudatosan. Furcsának tűnik talán, amikor én is készültem, akkor gondolkodtam el, imádkozni kell az imaóráért. De nem így van. Mert annyira, főleg hétköznap, az ember annyira fel van zaklatva a hétköznapi gondoktól, terhektől, megoldandó feladatoktól, hogy
kisebb látszik a sok munkából, és jaj, nekem oda kell érnem 5 órára, vagy 4 órára, vagy bármikorra, és utána meg még mennyi mindent el kell végeznem. Nem tudunk így valóban Istennel csendességben, közösségben lenni. Márpedig az Isten szeretne adni ezeken az alkalmakon. Tehát tudatos készülés kell az imádság, de egy ima órára. Ugye egyénileg kell, csendesedjünk el. Már egész nap, ugye érdemes legalábbis már reggeltől fogva, hogy Isten adjon békességet, hogy lehetőség szerint azon nap ne hergeljen fel, vagy nem tudom, jó kifejezésre, hogy ne legyenek olyan bosszantó körülmények, vagy én legalábbis tudjak úgy uralkodni ezeken a helyzeteken, és az Isten uralkodjon ezekben a helyzetekben rajtam, hogy akkor hogy békességben tudjak maradni. Mert a békességünknek a megmondója az kicsoda, Sátán, aki tönkre akarja tenni ezeket az alkalmakat. Milyen magasztos dolog Istennel találkozni. Ez tényleg csodálatos dolog, és tényleg, amikor tapasztaltuk ezt, akkor egy-egy alkalommal, nyilván sok alkalommal, akkor vágyakoztunk a következőre is. Hogy mennyire jó volt együtt lenni, de nem csak együtt lenni, együtt az Istennel és a testvéreinkkel. Nyilván Sátán akarja tönkretenni ezt, és ő tényleg újjon, hogyha megutáltatja velünk ezeket az alkalmakat, bármilyen alkalomról van szó, hogy elmegy a kedvünk már egyáltalán az imádságtól, vagy már félünk már az imádságtól. Ez szemléletes példa esetleg talán, hogy milyen is lehet Isten szemszögéből. Az jutott eszembe, hogy ha nekünk van egy fontos vendégünk, nagyon szeretjük, és meghívjuk magunkhoz. Eljön, behívjuk a szobánkba, leültetjük, megkérdezzük esetleg, hogy hozhatunk-e neki valamit, hogy van. Aztán eszünkbe jut, hogy egymás között még valamit el kell rendeznünk, meg kell beszélnünk, bármit. Ez most tényleg bármit. Akárhogy hú, milyen jó receptem volt, vagy a számítógépen nem működött olyan jól, és mi a problémája neki, vajon. És ezer-ezer dolog lehet. A végén pedig, mikor már egy jó idő eltelt, és eszünkbe jut, hogy jaj, tényleg maga az Isten, vagy az a fontos vendégünk bent a szobába vár minket, de mondjuk mi a konyhába, vagy az előszobába, ez még nagyon fontos volt megbeszélnünk. És addigra észreveszünk, hogy az a fontos vendégünk már nem is ott. És ezt honnan tudjuk, hogy nem volt igazából fontos. Tudjuk, hogy észre se vettük. Sajnos vannak olyan alkalmak, amikor a Sátán eléri, hogy akár fáradtságunk, akár készületlenség, felkészületlenségünk kapcsán elküldjük az Istent. Már nem vagyunk úgy kíváncsiak rá. Nem tudatosan persze, hanem valahogy így alakult, és utána pedig tényleg bánattal fordulunk oda. Istenhez, hogy Istenem, én ezt nem így akartam. De az Isten kegyelmes, és legközelebb is meghív magához, hogy hadd legyen a mi vendégünk, illetve mi hadd legyünk az ő vendége. Ugye az ő kegyelmi trónjánál odafordulhatunk mindannyian. Fontos közben is, hogy tényleg a témára összpontosítsunk. Tehát fáradtan oda menni egy ima órára nagyon veszélyes dolog. Nem csak magamnak, hanem mások számára is. Nem biztos, hogy áldás tudok én is lenni. Tehát, hogy folyamatosan figyelek a témára, adott dologra, amit azon az alkalommal meg szeretnénk beszélni, akkor az segít nekem. Segít, hogy valóban az Istenhez forduljak, és valóban az a téma legyen a fontos. Most vannak a imádságoknak a következő csoportja, amikor nem önmagunkért imádkozunk, mert ugye a közös imádságok alatt is lehet egyéni személyes kérések is, lehetnek egyéni személyes kéréseink is. Tehát például, hogy én vagyok egy nehéz helyzetben, és megkérem a testvéreimet, hogy imádkozzanak értem, imádkozzunk együtt. És legközelebb pedig összegyűlünk ugye újra, és elmondjuk, hogy milyen jó tapasztalatunk volt, vagy az Isten még mindig próbára tett, hogy majd akkor megerősödjön az én hitem is. Vannak a másokért végzett imádságok, ahogy említettem, nem csak a közös alkalmakon, hanem egyénileg is. A belső szobában. Amikor imádkozunk azért, hogy hát miért is lehet imádkozni. Másoknak a megtérésére. Ez nagyon fontos, és olyan furcsának is tűnik, nagyon nagy szavak ezek. Hogy mások jó útra térjenek. Főleg, ha ne bántsanak engem esetleg annyira.
Hát, ugye ez már nem a helyes, ez már egy kicsit átcsúsztunk abba, hogy egy kicsit önző. Hát az is helyes dolog egyébként, hogy azt kérjük, hogy Istenem, ne bántson az az ember engem se, de majd másokat se, de miért is? Azért, mert annak az embernek most nagyon nehéz a helyzete. Az az ember most az Istennel nem igazán van jó viszonyban. Tehát így imádkozhatunk másért, és nagyon is fontos, hogy imádkozzunk. Imádkozhatunk ugye betegségből való meggyógyulásért. Aztán különböző élethelyzetekben Isten segítsen meg valakit, amikor valaki, nem tudom, munkanélküliségben, vagy bármi más olyan nagyon nehéz helyzetbe kerül, hogy Isten vezesse. Hogy mikor elfárad, ugye a legkülönbek is el tudnak fáradni, hogy ne tudnának elfáradni, mikor fokozatos és sorozatos nyomás van alatt rajtuk, hogy ne fáradnának el. És egy bátorító szóra vágynak. Hát engedjétek meg, hogy most elmondjak egy személyes tapasztalatomat, egy személyes példámat, ami ezen a héten történt velem. Elmúlt alkalommal, amikor mentünk haza szombatról, egyik testvéremmel mentünk, és elmondtam, mennyire fáj nekem, hogy van egy visszatérő függősége, amitől egyszerűen nem tudok megszabadulni. Most nagyon-nagyon rám tört, és érzem azt, hogy most főleg akkor szokott nagyon rám törni, amikor valami fontos dologra készülök, például mondjuk egy hirdetésre, egy előadásra, vagy amikor mondjuk szeretnék tényleg komolyan odafigyelni az Istenre, és egyszerűen rám tör, és mintha lenyomna, és nincs erőm semmihez. Meg is ígérte az a testvérem, hogy imádkozni fog értem. Hazamentem ugyanabba a környezetbe, és újra előjött az a kísértés, de nagyon komolyan. És már szinte nagyon-nagyon fájt már az izmaimban éreztem, hogy nekem most oda kell mennem, és újra tovább. Ez most nekem megmondom őszintén, hogy a számítógépen való barangolás, játékok, szörnyű. És én állok itt, ugye? De őszinte vagyok, és tudom, a testvérem azt is mondta, hogy nem baj, legalább jobb lesz az ige hirdetés, legalább őszintébb lesz, és ezt tényleg el tudom mondani, hogy akkor, amikor ezek rám törtek, és már szinte nyúltam volna azért, hogy bekapcsolom a számítógépet, és hogy szokott kezdődni, hogy az e-maileket megnézem, és aztán utána ki tudja, hol áll meg. És amikor ez eszembe jutott most nekem, most lehet, hogy pont most imádkozik az a társam, értem. Hú, hát akkor úgy megborzongtam, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom, ez lehetetlen, hát most én megkértem őt, akkor ennyire tiszteletlen vagyok ő vele. Szomorú dolog, de azt mondhatom, hogy Istentől már sokszor kértem, de amikor Isten késztetett, akkor valahogy sikerült legyőznöm ezt. Akkor azért csak egy picikét, de csak egy picikét. Aztán egy óra, két óra, három óra, ki tudja, hol áll meg. Most viszont nem tudtam megtenni. Képzeljétek el, nem tudtam megtenni. Nem bírtam elkezdeni játszani, mert eszembe jutott, hogy most valaki imádkozik értem. És egész héten nem. Csodálatos tapasztalat, mert tudom, hogy mennyire nagy küzdelem. Ugyanígy lehet bármi dolgunkban. Az Isten személyesen felállja a segítségét. De hogyha úgy látja jónak, hogy emberi segítségeket is fontosnak és jónak lát, akkor küld emberi segítségeket is, akik bátorítanak, akik a küzdelmeinkben együtt vannak velünk, és tudhatjuk. És mennyire fontos az, hogy ki is fejezzük a másiknak azt, hogy igen, én imádkozom érted. De tudjuk azt, hogy a másik nehéz helyzetben van, és az valahogy a Jóisten mindig ott fogja tartani az emlékezetében, hogy igen, az ember imádkozik érted. Úgyhogy tényleg ezt megköszönhetjük mindannyian, hogyha ilyenek vannak, és én is köszönöm annak, aki egyetleg így hordozott imádságéban. Ezek nagyon fontos dolgok, mert nekem nagyon fontos dolog volt ez. Hogyha egy ponton tudtam győzni, könnyebb volt a következő dologban. És az Isten tisztítani akar, meg akar tisztítani teljesen. Az, hogy egy társam, egy testvérem imádkozik értem. Azt mondtam, ez nagyon jó dolog. De ebben kapcsolatban szeretnék arról beszélni, hogy Jézus milyen imádságokat mondott el.
biztosan meg tudjuk mondani, hogy melyik az az imádság, kihez szólt az imádság, amikor ezt mondta. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Kinek szólt az imádság? Péternek. Mikor is? Nem érszem, ott kérek, természetesen. Milyen esemény előtt vagy után? A megtagadásra? Előtt vagy után? Előtt. Így van. Mennyire fontos lehetett ő neki ez, hogy amikor elbukott, megtagadta háromszor is az Isten, hogy én nem ismerem, én nekem semmi közöm nincsen hozzá, ugye félelemből, vagy nagyon nehéz helyzetben volt. Erre az ígéretre, az Istennek az ígéretére visszaemlékeztetett, hogy valaki imádkozott értem. És ki volt ez a valaki? Maga az Isten. Maga az Isten személyesen érte imádkozott. Nem nagyon jó, azt mondják, kiragadni a Bibliából ilyen mondatokat, de ezt a mondatot szerintem nyugodtan magunknak kiragadhatjuk. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És ebbe az érted szóba, ennek a helyére bármelyikünknek a nevét oda tehetjük. Értem. Ha ez eszünkbe jut, ez sokkal komolyabbnak kell lennie, sokkal komolyabb erővel kell hasonlánk, mint hogy egy testvérem imádkozott értem. Az is nagyon-nagyon fontos, ahogy említettem ebbe a tapasztalatba is. De ha belegondolunk, hogy kicsoda imádkozik, értem? Maga az Isten, a Teremtőm, a Megváltóm, aki az ítélő lesz, aki a seregek ura, és sorolhatnám tovább. És ha elgondolkodok ezen, aki hordoz engem napról napra, akkor valahogy elcsendesedik az ember, hogy Istenem, én ezt nem tényleg nem tehetem meg. A kísértések jönnek akkor is, de imádságra buzdítanak. Istenem, akkor tényleg add meg ezt az erőt, amit te felkínáltál nekem. Mindannyian tudjuk és ismerjük nagyon jól, szerintem, Jézusnak a főpap imádságát. Aki szeretné, nyissa meg a Bibliáját. Ugye János Evangélium 17. fejezetében van. Csak néhány verset szeretnék felolvasni, és egy-két mondatot róla mondani. Tehát János Evangéliumának a 17. fejezete. Nagy jelentősége van ennek a főpapimának, mert ugye a főpapima az miért is van? Több mint egy valakiért való imádkozás. A főpapima az Jézusnak a személyes imája. Kihez? Az Atyához. Az Istenhez. Ugye, ahogyan Jézus megszólította az Atyát, az első versben, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsd. És ugye sorolja tovább, hogy én itt voltam a világon, tanítottam azokat, akiket nekem adtál, akiket te ismertél előre, hogy meg fogják hallgatni a jó szót. Én tanítottam őket, de elmegyek. Személyesen már nem tudok rájuk vigyázni. Nem tudom tanácsolni őket, hogy most vigyázz, mert egy kísértés fog jönni. És azt mondja a 9. vers, én ezekért könyörgök. Tehát kikért? Azokért, akiket te ismertél előre. 11. verset olvassuk el. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ebben azt szeretném aláhúzni, hogy egyek legyenek, mint mi. Hogy akivel? Az Atya és Jézus. És hozzátehetjük a Szentlélek is. Ahogyan egy akaraton vannak, ahogyan a legjobbat akarják. Sokszor ez nagyon nehéz elképzelnünk egyébként, hogy lehet egy akaraton lenni, hogyha ketten nem tudunk. Akik tényleg esetleg nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, nem tudunk egy akaraton lenni minden dologban. De az Isten egy akaraton van. Ezért mondjuk, hogy egy Istenünk van.
egy akaraton legyenek. A mostani alkalmunk, ugye következő hétnek az alkalma is, küldött gyűlés is erről fog szólni leginkább, hogy egy akaraton tudjunk lenni. Hogy meg tudjunk békülni egymással. Van békétlenség az Atya és Jézus között és Szentlélek között? Én nem olvastam ilyenről. És nincs is. Miért lenne? Ha jót akarja mindenki, akkor miért lehet? Akkor nincsen olyan fajta vita, mint ami nekünk van egymás között. Mindenki a legjobbat akarja, de egymásra mutatnak. Az Atya Jézusra mutat. Ugye? Bocsánat, Szentlélek Jézusra mutat. Jézus az Atyára mutat. Az Atya pedig azt mondja, hogy tessék, nektek adtam a Szent Fiamat, őt hallgassátok. Tehát tényleg csodálatos dolog, hogy olyan egység van Isten személyei között, mint amit nekünk szeretne felkínálni. Legyünk egyek. De hogyan lehet? Milyen jellemmel lehet? Milyen természettel lehet? Olyan természettel, ami Péternek is volt, meg Jánosnak is, meg a többiek is, akik maguknak szerettek volna a legjobb elképzeléseik szerint földi országot, vagy esetleg az ő akaratuk szerette volna, hogy meglegyen, olyan emberekkel, olyan állapotban nem tudod Isten egy akarata lenni közösségben. Menjünk tovább az 15. versen. Azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mire szoktunk erre gondolni? Én, amikor talán először olvastam, arra gondoltam, hogy jaj, de jó, az Isten azt kéri, hogy nehogy valami baj legyen ezen a világon. Őrizzen engem meg minden bajtól, balesettől, bántástól. Milyen csodálatos dolog ez. Ezt ajánlja fel Isten? Ezt kérte? Vagy pedig van-e mást is? Mi az, hogy szendel meg őket a te igazságod, de ugye az is benne van a következő versekben. Szendel meg. Ugye, hogy a szentség uralkodjon rajta, a Krisztusnak a jelleme legyen a miénk. A bűntől, a hitehagyástól, attól óvja meg az Isten. Az eleséstől is, ha lehet, ugye a Pétert is eleséstől is, hogyha lehet, de az elbukástól és az elterüléstől, ugye lelki értelemben, attól mindenképpen. Mert ugye annak a vége, az a nem örök élet. Ugye az a második halál. Amikor az Isten nem tud örök életet adni. Mi is az Istennek az útja, a módja arra, hogy megszenteljen minket. Ott van a 17. vers. Szenteld meg őket a te igazságoddal, és ki is mondja a te igéd igazság. Megszentel minket az Isten igéje? Részben igen. Mikor? És mikor nem? Sátán megszenteli az, hogy ismeri a Bibliát? Nem. Nagyon jól tudja a Bibliát. Egy kicsi szentség sincsen benne. Az Isteni jellemnek az elnyeréséhez szükség van valóban az Istennek a különleges segítségére. Nem azt mondta, hogy tessék, itt van egy útmutató, hogy hogyan kell helyes életet élni, és majd várnak az örök életben, hogyha ezt megvalósítottad, nem ezt mondja. Hanem mit mond a következő versekben, 19. versben és a 20. versben. Én őrettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. A következő versben pedig mit mond? Könyörgök. Képzeljük el, az Isten fia könyörög. Kiért? Azokért a tanítványokért, ugye? Vagy csak nem csak ő értük. Hanem, hogy folytatja is, 20. vers, nem csak ő értük könyörgök, ugye a tanítványokért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Vajon ezek kicsodák? Kik ezek? Akik mi tőlünk például. Mert ugye itt hallásból van, Isten igéje által, és hogyha mi meghallottuk az Istennek a hívó hangját, az evangéliumot egymástól, akkor egymás által fogalmazunk inkább úgy, akkor az Isten elhívott minket, meghívott minket
Tehát írtam könyvről, már akkor, 2000 évvel ezelőtt, Jézus értünk könyököt. Tehát nem csak Péterért. Tehát éppen ezért tudom mondani azt, hogy hogy én könyörögtem érted, imádkoztam érted, az nem csak Péterre vonatkozik, hanem itt látjuk ezen az imádságban, hanem értem is, és mindegyikünk kell. Küldött minket az Isten valahova szolgálatra, ahogy az apostolokat is küldte. Elküldte, hogy menjetek el szélesebb világra, tudjuk, ismerjük a folytatását, tegyetek tanítványunkká minden népeket, keresztejétek meg, és azért, hogy eljöhessen az Istennek az országa, hogy mindenki megismerhesse az Istent, hogy be tudja gyűjteni az Isten az övéit, az őket szeretőket. Mi nekünk ugyanúgy áll ez a feladat. Minket is az Isten elküldött. Ugye tudjuk, az advent üzenet, az advent népnek a feladata az utolsó időben az evangélium, a valódi evangélium hirdetése, és az áll evangéliumokkal szemben a szembeni figyelmeztetés. Az Isten ítéletére való figyelmeztetés, és ugye maga, hogyha így fogalmazunk, a hármas angyal üzenet. De ezen belül nagyon sok területe van ennek, nagyon sok téren meg lehet szólítani az embereket, és Isten tudja nagyon jól, hogy kit hogyan lehet megszólítani. Isten feladatot adott és lehetőséget adott nekünk, különböző képességekkel ruházott fel minket, ugye adott némelyeket tanítókul, némelyeket beteglátogatókul, némelyeket más és más szolgálatra. Vannak, akik nagyon jól tudnak beszélni, vannak, akik nagyon jól tudnak hallgatni. Mennyire fontos például ez is. Vannak, akik kifejezik úgy a szeretetüket, hogy a másik szinte látja, megváltozik a levegő is. A másik pedig nem feltétlenül mindegyik, csak különböző egy-egy emberre vonatkozik. Ugye egy embernek több talentuma is lehet, hiszen van is, ezt tapasztaljuk magunkban is. Van, akinek nagyon jó képességei vannak, fizikailag, egészségileg. Másnak a tudása jó, például az internet segítségét tudja így, hát az internetet fel tudja használni, például az evangélium terjesztésére. Nagyon-nagyon nagy dolgokat adott az Isten nekünk. Feladatra hívott el minket. De mit tett az Isten? Előre könyörgött értünk. Azért, hogy megszenteltek tudjunk lenni, hogy a 24. vers folytatja, miért is lapozzunk egyet. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Mennyire más ez a szó, mint az, hogy szeretném, de jó lenne. Az Isten akarja, hogy fele legyünk. Az Isten nem érezné jól magát, hogyha nélkülünk kellene lenni. Bármelyikünk nélkül is. Ezért imádkozott már annak idején értünk. És van egy másik nagyon szép ige, ami nagyon sok ilyen hasonló ige van. Például mondjuk Jeruzsálem fölött, mikor Jézus sírt, nagyon tényleg elgondolható és olyan szívhez szóló, hogy hányszor akartalak megmenteni, de te nem akartad. És hogyha ezt nem muszáj már kikeresni, Hósás könyvében, a 11. fejezetben van ez az ige, a 8. vers, és a 8. vers. Miképpen adnának oda Efraim? Szolgáltatnának ki Izrael? Megesett bennem az én szívem, felvangolt minden szánalmam. Mennyire szeret minket az Isten? Személyesen. Engem, téged, és együttesen is minket. Az Isten megszólít minket, és gondolkodjunk el ezen, hogy most fent a Szentek Szentjében, hogy az árói nekünk is mondja, Jézus, ezt most érettem.